A vállalkozásod matematikája életfontosságú lesz a válság túlélésében, úgyhogy már erről komolyan kell beszélnünk, még ha eldöntötted, hogy téged a matematika meg a részletek nem érdekesek, hiszen a vállalkozásban pozitívan kell hozzáállni, kedvesnek kell lenni az ügyféllel, zseniális termékkel, de az egész, az egész nem működik, hogyha a matematikája nem jó, hiszen ezt az egész vállalkozás dít, ezt mind a pénzre játszák és számokra játszák. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amelyben megmentjük vállalkozásodat, vagy elintesz egy új vállalkozást. Szóval ma kibondottan olyan téma lesz, ami életfontosságú, mondhatni azt is, hogy olyan, mint egy, mint egy koronavírus teszt ugye, a cégednek, hogy fertőzött, nem működik, nem, mit kell tenni vele, lehet, hogy már rég lélegeztető gépen kéne lennie, majdnem, hogy CT lesz, amit most fogunk végezni. És ez azért fontos, mert nagyon sokan ebben a válságos helyzetben gondolkoznak azon, hogy most jön a válság, ugye, kevesebb ügyfelem van, Arról is beszéljünk, ha egyáltalán nincs az egy másik kategória. De kevesebb ügyfelem van, egyre inkább küzdök avval, hogy, hogy hogyan tudom fenntartani a cégemet, és ezért nem számolnak, hanem érzésre gondolkoznak. Például ilyen ötlet felmerült, hogy hát most nehéz a válság van, az ügyfeleknek is lehet, hogy kevesebb a pénze, jobban spórolnak, ezért mondjuk ára csökkentek, mondjuk 10% kedvezményt, 20% vagy 30%-ot, és soha szinte soha nincsenek tudatában annak, hogy ennek milyen eredménye lesz, és mit jelent a cégben. Nézzük egy egyszerű példát. Van itt egy kis csengetyű. Ez mondjuk 20 euróba kerül, 19 valamennyire vettem, de mondjuk 20 euró egyszerűen, ami annyit jelent, hogy ennek a példában a beszerzési ára legyen 10 euró. Tehát 10 ér veszem meg, 20 ér adom el, magyarul alulról 100% rajta az árrésem, árrés, nem profit, árrésem, Fölülről 50%. A kérdésem az, és ebből próbálj meg úgymond gyomorból válaszolni, hogy szerinted mennyi lehet, ha csak evel foglalkozik mondjuk a, a nem tudom én, harang, vagy csengettyű KFT-n, akkor meg tudod mondani, hogy nagyjából mennyi lehet mondjuk a, a nyeresége. Tehát mondjuk egy millió forint forgomból mennyi nyereség maradhat meg neki. És nagyon sokan azt gondolják, mivel az árrés 100 a van, hatalmas nagy szám jön ki, az a rossz hírem van, hogy ez valószínűleg nem több, mint 10, esetleg 15, max. 20 Miért? Azért, mert az árrésedből kell kifizetned a mozgó és a változó költségeit is, pontosabban a változót nem, vagy nem teljesen, mert egy része már benne volt a beszerzési árban. Tehát matekoznod kell. Hogyha most azt mondom ennél, a csengetjük Kft-nél, hogy egyébként ha megnézném valójában, hogy mennyi a nyereség arány a bevételembe, és kiderülne, hogy 20% mondjuk, de na, én csak gyomorból döntök, nem számolok, és azt mondom, hogy hát figyelj, ezt veszük 10 ér, adjuk 20 év, 100 hasznunk van rajta, akkor adjunk most egy koronavírus akciót 25%-kal. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a költségét nem fognak változni, ugyanannyi darab számnál, de fog csökkenni 25%-a a bevételed, de annyi nyereségtartalma nem is volt. Csak ebben nem gondolsz bele. És a legtöbben ezért hibáznak el, hogy amikor engedményt adnak, abban a számítás kiindulása az árrésből van, holott annak csak a töredéke, fele, harmada, negyede, vagy lehető még kevesebb, amiből adhatod a kedvezményt, vagyis a nyereség. Az összes többől, ha adod, többet adsz, akkor mínuszba mész De nézzük meg ezt a számok tükrében, és meg fogod látni, egész kis tisztán fogod látni ezen videó végére, hogy milyen veszélyben vagy. Vagy mit rontasz el, vagy, és ez a legfontosabb, ez lesz a végén, hogy mit kell tenned. Szóval nézzük a számokat. Egyrészt egy görbét érdemes megtanulni. Ez nem, ez nem a koronavírus görbéje, semmi ilyen. Ez egy hagyományos fedezeti pontszámítás, magyarul break-even point, pontosan angolul, aminek nézzük meg, hogy melyik görbe mit jelent. Először is azt nézzük meg, hogy alul vannak ugye a viszintes tengelyen a darabszámok, mondjuk árulunk egy olyan, mondjuk maszkot árulunk, tételezzük föl, de nagyon érdekes példa lesz. Maszkot árulunk, az azt jelenti, hogy ha eladunk belőle 5000 darabot, 10 euró bevételünk van, magyarul 2 euró áruljuk a maszkot. Ugye ez nagyon egyszerű a számítás, egy maszk 2 euró. Áradunk kétszer annyit, kétszer annyi bevételünk van. Egy emberrel dolgozunk, plusz bérünk egy irodát, raktárt, és van a saját TB-nk, ez most az Ausztria példánál Euróba én jobban számolni, elnézést kérek érte, ez csak 11 éve, ezért mondjuk 5000 euró fix költségünk van, az alkalmazott kb. 2500 euró, majdnem 3000, mert nálunk van 13-14. havi fizetés, ugye a teljes bérét kell számolni, plusz a járulékait, emellett van még az irodabérlet, ami még nyilván egy ezres, a saját TB-m és még egyéb futó kisebb költség. Tehát olyanok, amik fixek. Ha nem adunk el egyetlen egy maszkot se, ugyanúgy 5000 euró lesz a költségünk. Ha eladunk 100 millió maszkot, akkor is nem teljesen igaz a példa, mert akkor már csomó alkalmazott kéne egyebek, de tényleg ugyanannyi lesz a fix költségünk. Mert csak, nem tudom én, magyar gyártótól adjuk el mondjuk Németországba, és nekünk nincs aktárunk, csak igazából közvetítjük. De a fix költség állandó. És van egy, a nullából indulóan természetesen, de van egy, a nullából induló, itt nincs berajzolva, egy olyan ferde vonal, ami a beszerzés, és ilyen esetben nagyon egyszerű legyen, mint a csengetyűnél, a két órát adott maszkot egy órért szerezzük be. Ez azt jelenti, hogy ha, ha, megnézzük a, ezt pontosan ki is tudnám egyébként számolni, mert öt, igen, ez jó a szám, tehát az azt jelenti, hogy ha nem adunk el egyet se, akkor 5000 a költségünk. Ha eladunk ebből a maszkból mondjuk, hát nagyjából, ha görbét nézzük, 5000 darabot, akkor 5000 esetén a beszerzési ár darabonként együtt. Tehát 5000 volt plusz a fix költségünk, magyarul 10 -er lesz összes költségünk. Tehát ha eladunk 5000-et, görbe nem teljesen pontos, de biztos, hogy érted, akkor nagyjából tízer költségünk van. De a bevételünk is pont 10 -er, hiszen két euróért adjuk. Tehát ebből nagyon látszik, hogy ez a úgynevezett break-even point, magyarul a... vagy németül a... nem, most magyarul a, a fedezeti pont, az, amikor pontosan annyit keresünk, hogy kifizessünk minden költséget, és a beszerzéseket, és minden egyébet. Ez az, amiből jól jár az állam, mert fizetünk adót, jól jár a munkatársad, mert van munkahelye, jól jár a bérbeadód, jól jár a TB, mindenki jól jár, csak te nem. Te üres kézzel távozol. Viszont mi van akkor, hogyha nem tudunk eladni 5000 darabot, mert már túl sokan kínálják, akkor lefelé megyünk, mondjuk csak 3000-et adunk el. Ebben az esetben a költségeink a 3000nél, ugye, 3000 euró plusz az 5, azaz 8000 lesz, és a bevételünk az csak 6000. Tehát van 2000 mínuszunk. Tehát ha elmegyünk balra, mondjuk csökken a darabszámunk, akkor a fedezeti pont alá kerülünk, és mínuszosak leszünk. Ez a veszély az, ami most valóban neked fölmerül, vagy előkerül. Mert lehetséges, hogy eddig nagyon jól tudtál működni, mondjuk egyik hónap beadtál 7000 darabot, tök jó nyereséged van, most nem számít ki számszerűen, de elkezdesz lefelé csúszni ezen a görbén, hiszen a mustár -sárga, vagy nem is narancsárga, ez a bevételi görbe. Elkezdesz lefelé csúszni, és egyszer csak el fogod érni az összköltségi görbéjét. És onnantól kezdve kritikussá válik, majd átmész mínuszba. Tehát neked a fő célod az kell, hogy legyen, hogy fölötte maradjál. Nyilván ez a fix költség, ez változhat például, ha megbeszélsz a munkatársadat, hogy 4 órában rakod át, vagy kettő, ha lenne mondjuk, vagy több van, akkor abból elbocsájtasz, vagy beszélsz a főbérlőddel, hogy kéne most engedjen mondjuk 30 százalékot, vagy 50-et, jó tudom, pont én mondom, hogy ne, ké, ne adj engedményt, de ettől te kérhetsz, hiszen ez egy, ez egy, ilyen játék, ugye minden irányban nyomd a falat, ha láttad korábbi videóimat, meg voltál tréningen nálunk, szóval Hát, csökkented így a fix költségeidet a bérben, a bérleti díjban, esetleg fölmondasz, nem tudom, egy autolizinget, vagy megszüntetsz, vagy nem csinálsz, vagy kevesebb uh, kiadásod lesz mondjuk, visszamondod a harmadik mobiltelefon, nem tudom megmondani. Onnantól kezdve lejjebb tudod húzni az egész görbét, ebből együtt a szürke görbe is megy lefelé, tehát elegebb lehet kevesebb forgalom, hogy ne kerülj mínuszba. Szerintem ezt érted, és nem is abban van a baj, hogy nem érted. Ezt a legtöbben talán értik, ha elmagyarázom, de nem számolnak, hanem gyomorból érzésre, hogy hát még, még nem kell csökkenteni se a bért, se a bérleti díjat, hát még ez működik. Pedig ezt havonta újra kell számolnod a helyzetre, a forgalomra és a költségváltozására. És folyamatosan figyelned kell azt, hogy ne kerülj nagyon alá. Előfordulhat, hogy alá kerülsz és lehetséges, hogy itt lesz havonta mondjuk ennél a példánál 500 minusz, de akkor tudod, hogy egy éven át az 6000 eurót kell finanszíroznod, és nem a teljes költséget, amit nem tudom én, a, a nem tudom én, 5000, az, hogy is? 6000 eurót, igen, a 60 ezer euró helyett, hogyha a teljes fix költségedet egy alatt finanszíroznád. Tehát az is egy picit alámész, hogy túléljen a céget, hogy megmentsed, de nyilván nem az egész költséget kell zsebből finanszíroznod, de minél közelebb vagy a fezeteti ponthoz, annál kisebb lesz az, amit finanszíroznod kell. A legjobb az, ha fön, fönnmaradsz pont fölött. Mi történhet akkor, hogyha csökkented az árrést? Magyarul engedményt adsz. Akkor ez a narancsárga görb, amit itt látsz, ennek a szöge csökkenni fog. Tehát nem ilyen meredeken fog emelkedni, hanem kicsit meredegebben fog emelkedni, ugye? Akkor az azt jelenti, hogy a meccés pontja, ahol meccenie kell, az egyre távolabb kerül. Tehát ha engedményt adsz, akkor egyre többet kell adnod ahhoz, hogy egyáltalán a nullát elért. Ezt pedig nyilván nem fogod tudni a válságba. Sokan mondják azt, hogy most átnéz az internetre, van, aki csúcsforgalmakat csinál, ez van az élelmiszeriparban például, de itt Ausztriában azért már a szakértők elmondják és konzultáltak ilyen nagyobb hálózatoknak a vezetőivel, volt erről egy riport egyébként, hogy volt a kezdeti bespájzolás, nekünk is tel a spájz, három hónapig szerintem ki kéne menni, feleségem tud kenyeret sütni, vízből a csa, a víz, ha megy, a, megy az áram, akkor tudunk főzni. Szóval a bespájzolásnál tényleg nagyot kaszálhattak, de most a beállt időszakban Ausztriában például drasztikusan lecsökkent a forgalmuk, mert az emberek már csak a szükséges dolgokat veszik meg. Nem vesznek pesgőt, nem vesznek plusz gyümölcsöt, és egy csomó mindent nem, mert kevesebb a pénzük, egyáltalán nem tudják, milyen a jövő. Még az Amazon is, amik elméletileg azt mondják, hogy plusz embereket kellett fölvenni, mert nőtt az eladások száma, összességében Viszont ő is problémába kerülhet, mert csökken a forgalom, vagy nem nő a költségekkel együtt a forgalom, hiszen az emberek már csak szükséges dolgokat vesznek. Eddig megvettem egy ilyen új fejhallgatót, mondjuk, vettem csengetőt, hogy tudjak csengetni, vettem egy tabletet, vettem egy. Mit vettem még? Vettem egy órát, vettem egy hangfelvevőt, sőt időnként vettem egy mateteát, de ezeket most nem veszem most amit vettem például az utóbbi időben, az vitamin volt, és egy kábel, méghozzá ez a kábel, amiben vettem három darabot, mert régi HDMI kábeleim tönkrementek, és egy nagy jó minőségű Amazon-t vettem, és ez volt 8 euró. És az átlagos 50-100-150 forgalom helyett ugyanúgy rendeltem most is, csak 8 eurója. Úgyhogy jó, a vitaminok együtt volt mondjuk 30, de az is egy hónapra vagy kettőre megvan, mert azok is kezdenek elfogyni a piacról. Tehát azt kell látnod, hogy nagy forgalom növekedést még egy Amazon, aki állítólag nyertese lesz majd hosszú távon ennek, ő se tud elérni, mert lehet, hogy nő a darabszáma, egyre több embert kell fölvennie, de a kosárértékek csökkennek. Úgyhogy vigyáznod kell ezt a görbét, ha lefelé hozod az árengedményekkel, akkor távolabb kerül a pont, ehelyett ne azt tett, hogy lefelé hozod, ezért ilyen vásos időszakból egyébként az árfolyam a devizának drasztikusan az év elejéhez képest 10%-kal szállt el, és nem úgy tűnik, hogy még megállt, nem tudjuk hova vezet, ilyen időszakban csak fölfelé az ára. Tehát árpolitika innentől kezdve engedmény nuku. Azt gondolod ettől, hogy, hogy nehezebb lesz eladnod, nézd, kétféle termék lehet. Vagy tényleg szüksége van az ügyfeleknek, meg fogják venni, sőt, a maszkot megveszik által 10-20-szoros áron is. Vagy olyan termék, ami nem nagyon kell, mert mondjuk most új tévét nem vesz az ember, vagy egy új videokamera, vagy fényképezőgépet, amivel én kameraként használok, vagy új laptopot nem veszek, mert van. Tehát, ha engedményt, akkor se fogok venni. Maximum oda a hasznodat. Tehát nagyon legyél észni, hogy mit csinálsz, mert lehet, hogy is, csökken a forgalmat, akkor legalább a hasznodat valamelyest tartsad meg. De hogy ez mit jelent számokba, megnézzük ezt is. Itt van egy egyszerű kis számítás, egy táblázat. Mi van akkor, hogyha mondjuk a nyereséget, tehát itt a 10 százalék, azt jelenti, hogy mondjuk van 1 millió forintból 100 000 forint nyereség. A nyereséget azt értem, hogy adózás előtt tisztán megmaradt nyereség, te minden költséget, beszerzést, fix, variábilis, tehát mozgóköltséget is kifizettél, maradt összesen 10 százalék, az a 1 millióból 100 000 forint. Mi van ekkor, hogyha te azt gondolod, hogy hát egyébként 100 százalék van a csengetjükön, 10% a cégnek összességében a nyereségessége. Én adok most hát 100%-ból odadok egy kicsit, adok 20% kedvezményt. Mert, mert válság van, és, és én úgy gondolom, hogy itt talán el fog tudni adni. Nagyon érdekes dolog történt. A 10% nyereség tartalom helyett 12% veszteség lett. Tehát lehet, hogy a 100% nyereséghez, vagy áréshez képest, amikor adsz 20%-ot mondván, hogy válság van, vagy követeli az ügyfeltől, például nagy kérnél, lehetséges, hogy nem tűnik soknak, de már rég mínuszba mész. Ehelyett, ahelyett, hogy érzése dolgoznál, számolnod kell. Ez a vállalkozásod matematikája. Vagy egy, mondjuk egy átlagos, egyébként, ha megnézed, a, ugye a valóságot nem tudjuk, ahogy a vírusnál is ugye a látencia, a nem látható a sokkal több, tehát amikor megnézzük például ugyanígy a, van a, a, kormányzatnak, vagy nem tudom, adólyúta, nem tudom kinek, van egy ilyen oldal, ahol meg lehet nézni, hogy a mérlegek milyenek voltak az elmúlt években, hogy leadtak a cégek. Én megnéztem jó pár nagy, kisebb, közepes, tanácsadó, kereskedő cégeket, és igazából 10-15 nál nem több a nyereségük. Van a, a, több, tendenciálisan többségében szinte nulla, tehát több milliós forgalmoz 1 2 10 forint van. Jó, tudom, ez nem a valóság, mert zsebre dolgoznak, meg számlát vesznek, mit tudom, mindent csinálnak. Oké, okay, rendben van, de azért azt jelenti, hogy mondjuk az egyik legjobb nyereségességű cég, mint egy Google, legalábbis a válság előtt volt az, most azért nem biztos, hogy igaz, nagyjából 20% nyereséget ott megtenni a forgalmára tekintve. Úgyhogy, ha ezt figyelembe veszed, akkor a legtöbb cég ez alatt van, de ha nézzük ezt az ideális 20%-ot, ha egy 20%-os nyereségű cégnél adsz most akciózva a hogy menjen és legyen bevételed, 25 ot akkor látható, hogy úgyis mínusz 6-ba mész át. Ha többet adsz, akkor aztán még jóval nagyobb lehet. Úgyhogy nagyon észnék kell lenned, hogy mit teszel. Egyébként nyilván, hogyha egy nagy nyereséggel dolgozol, hiszen például mondjuk infoterméket árulsz, ami lehet, hogy ennél még nagasabb mondjuk, mert SEO-val, tehát keresőoptimálizásra hozol az ügyfeleidet, és nem drága hirdetésekkel, akkor lehetséges, hogy mondjuk van 70 nyereség tartalma az éves forgalmadnak, akkor természetesen, ha adsz 30 ot akkor az csak a 70-ről leesik 57-re, bőven megteheted. Tehát én megtehetem, hogy mondjuk egy 100 árból adok 70 ot mondjuk egy, egy, infoterméknél, de nyilván ez valós termékkel, irodával rendelkező, költséggel rendelkező, nem. Tehát ez átlagosan nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, ha ennyi vagy annyi kedvezményt adsz, hanem attól függ, hogy milyen a céget szerkezete, milyen egyébként a költségszerkezet, és ebbe menjünk egy picit jobban bele. Tehát ezek voltak az engedmények. Nézzük meg egy másikat, amikor forgalomban nézzük. Tehát nem engedsz az árból, nincs engedményed, normál áron dolgozol tovább, nem változtatsz, de sajnos változik a forgalmad. Nézzünk egy ilyet, hogyha mondjuk van egy céged, és hogy pozitívból induljunk, aztán majd jön a fekete leves, de mondjuk van egy céged, amelyiknél 80% a fix költséged, és 20 a variábilis. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy könyvelőirodád. Van egy irodád, ahol a bérek, a bérleti díj, ezek a szoftverek, ezek a főköltségek, de ha több könyvelési feladat, beválaszt még ügyfeleket, akkor lehet, hogy túlóráznak a kolléganőid vagy a kollégáid, és innentől kezdve mondjuk variábilis költség az 20 százalék, mert túlórát kell fizetned. Ez mondjuk egy valamelyest reális példa. Összességében a nyereséget, hiszen itt elég nagy költségeid vannak azért, a bérek nagyon-nagyon elszálltak utóbbi időben, mondjuk 10 10 körül van a nyereség felülről. Tehát csinálsz egyébben 100 millió forgalmat a könyveri marad mondjuk 10 millió forint. Igen, ám hogyha meg tudod növelni, tehát plusz ügyfeleket szerzel, de nem engedsz az árból, tehát a könyvelési diadból, akkor az azt jelenti, hogy az eddigi költségeid minimálisan csökkennek, 90-92-re, hiszen csak a variábilisnak nőtt a, a, a forgalma függően a költsége. Ezért ez azt jelenti, hogy a, a nyereséged, ami eddig volt mennyi, 10%, most fölemelkedett 19-re. Tehát csak az, hogyha ilyen struktúrája a céged, és növeled 15%-kal, akkor szinte meg tudod duplázni a nyereségedet. 15% forgalomnövekedés, 100 nyereség növekedést jelent. Ugye? Tehát 93 kal nőtt a nyereség a cégnek, nominálisan, tehát magyarul forintba számolva, hiszen nőtt a forgalmad, és annak a belső tartalma jóval többen nőtt, mint amennyivel a forgalmad nőtt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szám. De nézzük meg, hogyha más struktúrája a céged, mondjuk a fix költséged egy kereskedő, egy online kereskedőnél, a fix költséged csak 20% vagy akár még alacsonyabb, de most legyen 20, és 80 a variábilis, hiszen a költség jelentős része a termék beszerzési árból adódik, és mondjuk összességében van 10% nyereséged, akkor ebben az esetben, ha 15%-kal megnő a céged összforgalma, anélkül, hogy változtatnál az áréseiden és az áraidon, ez azt fog jelenteni, hogy csak a 10-ről csak 12-re nőtt, ugye? A nyereséged, és ez 23%-os növekedést jelent. Tehát itt is nagyobb, mint a 15%-os bevételnövekedés, itt is nagyobb a nyereség növekedése arányában, de nem olyan jelentős. Tehát meg kell nézned, hogy milyen struktúrája a céged, és azt szerint fogod látni, hogy mit kell tenned. Mert ha van egy olyan céged, mint itt alul, hogy nagyon magasak a variábilis költségeid, akkor ha azokat lefaragod, többet nyersz vele, mint ha 15%-kal megnő a forgalmad, amit most már ezen tudsz megtenni, hogy nőjön a forgalmad. Nagyon-nagyon érdekes. Viszont, hogyha nagyon magasak a fix költségeid, akkor, és akkor azon kell faragnod, mert különben a fix költségek tartósan lemehetnek, ha le tudsz faragni belőle, kérdés, hogy le tudsz-e, sokszor nem sokat lehet, azért alkudni lehet, vagy le lehet vinni négy órára munkaidőt, nyilván akkor az kevesebb forgomnál van, de az a lényeg, hogyha ezt növeled a forgalmadat, akkor is csak azért ugyan 100 a nőt, de, de nem olyan, tehát hogyha itt tudod növelni a forgalmat, akkor, akkor vagy a forgalom növekedésbe tedd az energiát, mert nagyon látványos az online shophoz képest, a nyereség növekedése, vagy hogyha tudod, akkor a fix költségedet növeled, a, a mozgó mozgóköltségek variábilisaknak nincs olyan nagy jelentősége. Nézzünk egy másik példát, hogyha mondjuk ehelyett az történik, hogy válság van, és 15%-kal csökken a forgalmad. Tehát nem nő, hanem csökken a forgalmad. Ez mit jelent a két cég esetén? Az egyik cégnél nagyon fura helyzet áll elő, hiszen nagyjából veszteségesé válik. Tehát van egy könyvelő irodád, és a forgalmad csökken, mert elmennek az ügyfelek, de nem csökkented a fix tehát bevételre csökkent, de a fix költségek nagyjából megmaradnak, variábilis alig csökken, akkor viszont nagyon-nagyon hamar veszteséges lehetsz. Ha viszont olyan a céged, hogy ahogy az e, a másik példánál néztük, mutatom, hogy a fix költség nagyon alacsony, mondjuk egy online shopnál, de magas a variábilis költség, mondjuk az a hirdetésekből, vagy affiliate díjakból, és a beszerzési árból adódik, ott igazából még mindig nyereséges tudsz lenni, akár 15%-os forgam csökkenésnél is, tehát nem olyan drasztikus, és nem visz át mínuszba. Tehát, ha nagyon magasak a fiszköltségét, jobban ki téve a válságnak, mint hogyha minimálisak a fiszköltségét. Ezért kell sokan automatizálni, gépesíteni, hatékonyságot növelni, hogy a fix alacsonyabbak legyenek. Mi történik akkor, ami azért sokkal valószínűbb, hogy az történik, hogy mondjuk komolyabb lesz a dolog, és 25% akkor még az online shopod mindig nyereséges, nem nagy, de túlélésed bőven elég, viszont a könyörödádban már rég tenned kell valamit, mondjuk munkatársat elbocsájtani, valamit tenned kell, valamit, felemelni az áradat, az is lehet, hogy felemelni az áradat, hiszen az ügyfeleknek muszáj lesz a könyvelést csinálja valaki, ez az egyik legjobb megoldás egyébként, áremelés, ugye nem engedmény. Mi történik akkor, ha tényleg beüt a a valaha realitás, és simán lehet, és mondjuk 50%-kal fog csökkenni. Nagyon érdekes, az áruház még mindig jól működik, mert nem megy mínuszba. Viszont a könyvelőiroda, vagy egy gyártóüzem, ugyanígy lehet, vagy bármilyen más, ami magas költségekkel jár, fix költségekkel, az bizony már rég nem, nem nyereséges, és drasztikus veszteséget drasztikus jelenthet, gyakorlatilag szinte a forgalmának a felét azt, azt veszteségként élni meg. Úgyhogy nagyon-nagyon durván változik, és akkor, hogyha még nagyobb lesz, azért el is előfordulhat, mondjuk 70%-kal, akkor viszont attól tartok, hogy már mindenki bajba kerül, még az online shop mondjuk 11 mínusz kezd termelni, ami mindig jobb, mint ha teljesen leállna, ugye? És ezáltal ezzel a minimális 11 os vesztességgel, ha megy egy évig utána, a következő évek bőven vissza tudja ezt hozni, egy könyveli irodánál katasztrófát jelenteti. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelned, hogy, hogy milyen forgalomváltásod van, és az, hogy milyen engedményeket adsz. És azt a kettőt egyszerre csinálod, hogy csökken a forgalmad, és engedményeket is adsz, akkor az a biztos halál. Tehát ezért kezdtem így ma a videót, hogy bármi is fog történni, ne menj bele engedménybe. De te kéri engedményt, ugye? És azt mondod, hogy mennyire fair. Hát figyelj ide, apám, kint farkasok rangálnak az utcán, hiénákkal versengve fognak széttépni téged. Tehát ha ez beáll, már pedig láthatod az éttermeknél, már most beállt, összes többi nemig begyűrűzik, időbe telhet, de ha ez beáll, akkor az, akkor már nem tudsz mit tenni. Tehát legyél észnél, próbálj meg mindent az, hogy megtartsd a forgalmat, és az ár meg növed, mindenképpen növed, ne csökkentsd. Egyszerűen minden más cselekedet, tehát hogy csökkentem az árat, csökken a forgalom, az egyértelműen hatványzottan halált okoz. Úgyhogy ezért javaslom neked, hogy gondolkozz el. Ahhoz, hogy hogy számolod ki ezeket a számokat, hogyan tudod ezt a saját cégedre ezen bizonyos képleteket összerakni, hogyan tudsz egyáltalán saját magad elboldogulni és a válság matekot felállítanod, ezt most nem fogom tudni elmondani napi vitaminban. Viszont a vállalkozói szabad életemen, jövő hét hétvégén ezt meg fogom tenni és meg fogom mutatni. Úgyhogy közösen ott, mint a cégeknek össze fogjuk rakni nulláról az excel meg fogom mutatni, hogy hogyan, veledét fogom csinálni, Pontosan azért, hogy te magad is meg tud csinálni. A végeredményt mutatok, nem tudod, hogy jutsz el odáig. Klassz, értelmes, klassz volt, okos dolgokat mondott a Parajdi, de én hogyan csom a saját cégemre. Úgyhogy konkrét cégekre fogjuk megcsinálni. Ez lesz jövő hét vasárnap. Most viszont, mivel folyamatosan készülnöd kell arra, hogy, hogy túlélj, ezért most viszont hétvégén is lesz egy vállalkozó szabad életem, mi minden hétvégén. Ez pedig most ezeket a témákat tartalmaz, hogy nézzük meg röviden, hogy mi az, amit nyerni tudsz, ezen a vállalkozói szabad egyetemen. Most hétvégén vasárnap, ahol vasárnap 15 óráig lehet jelentkezni rá, akkor zárjuk a jelentkezést. Videó alatt van egyébként a jelentkezés, és jelzem most, aki már volt korábbi, tehát az előző vagy az előtti, a 15 vagy, vagy 22-én, nem, 22 vagy 29-én, tehát a két fizetős valamelyikén, ő kapott e-mailbe tőlem egy kuponkódot, amit még egyszer ki fog küldeni, és avval kedvezménnyel tudja megvásárolni. Most kérdezheted, hogy miért, miért pofáztam eddig a kedvezményről, vagy nagy kedvezményt? Itt másról van szó. Egyrészt én nálam az a kategória van, ahol a költségek minimálisak, ezért a kedvezmény adás ugyan jelent kedvezményt, de én nekem, hogy majd megértse, és a válkozóval el fogom mondani a belső dolgokat, eleve úgy van a kalkulálva az áraim, hogy tudjak még adni kedvezményt, és a hűséget akarom megszerezni. Mert itt más különbség van, hogy a forgalomnövekedést úgy érem el, hogy ha valakit tartósan tudok nem előfizetővé, hanem vállalkozó szabad életem, nézővé tenni, akkor az a kupon bőve meg fog érni, az a pár százalék meg fogod látni. Tehát nagyon vigyázz, hogy ugyanezt nem tudod máshol megtenni, és ez nekem a komplex stratégia része, mivel egyébként a következő lépcső a termépiramisban nyilván a mastermind, és ezért ez a köztes lépcső, ami a Egyetem, ami nagyon értékes anyagokat ad, tehát nem egy ilyen csali termék, ócsó, ingyen valamit összevágtunk, hanem minden héten, kb. két-három nap előkészület eredményeként készül egy tananyag, ami a négy előadásban kapod meg, és most egy vendég, professzor, asszonyunk lesz, úgyhogy most már nem csak okosak leszünk, hanem szépség is lesz a vállalkozó szabad Egyetemben, a storytelling -el. Ő lesz az első. Andrea Danita, a sikerguru, személyesen csak erre a vállalkozói szabad egyetemre exkluzívan készített egy tananyagot, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, és köszönöm innen is nagyon-nagyon. Tehát a storytelling lesz, egyszerűen el fogja mondani a könyvének, itt van a könyve, a könyvének az egyik legfontosabb részét, méghozzá azt, hogy hogyan építsd össze a vázát, amit a föl tudsz majd öltöztetni, a sztorinak. És ez a legfontosabb. A váz, a struktúrája, ha megvan, erről szól ez az előadás meg fogja változtatni az egész gondolkodásodat a cégedről. Fölépíted az én márkát, a cég márkát, erről szól. Ma Magyarországon ezen a könyven kívül nincsen olyan, ami összefogda az egészet egybe. Azt gondolod, ez a reklám, igen az, na de egy jó dolgot érdemes még ingyen is reklámozni és ingyen reklámoztam, mondanom se kell. Szóval a videózási alapok lesz a következő, és ez az, amit már mondtam az előbb, ha akarod csökkenteni a magas variábilis vagy fix költségeidet, főleg a hirdetésekre gondolok, akkor bizony bele kell tanulnod a YouTube-ba. A YouTube-ba való beletanulás, tehát például amikor elkezdesz videókat csinálni és kommunikálni a közönségeddel, nem csak egy, hanem körülbelül mint egy hagyma 5-10 féle réteget fog hozni. Az első és a legfontosabb benne, hogy bizalmat fog építeni. A YouTube és a videózás egészen más kategória, mint hogyha írsz egy hírlevelet. Ha írsz egy hírlevelet, elolvassák, és a sok fake news között egy lesz a sok közül, amit többség elsolvas egyébként. Utóbbi időben mindenki otthon van, és inkább YouTube-ot néz, mint olvas. Nagyon sokan sajnos. De ha YouTube-on beszélsz, úgy, mint én most veled, akkor onnantól kezdve egy tízszeres, százszoros szorzoljon az írott szóval kapcsolatban. Gondol bele, ha valakivel csak beszélsz, vagy skypolsz, nagyságrendi a különbség. A munkatársakról beszélgettünk például, hogy hogyan, milyen veszélyei vannak, a beszélgettünk, milyen veszélyei vannak például a home office-nak. És rá kellett jönni, hogy iszonyú nagy különbség van, hogyha hetente háromszor skypolnak, értékesítőkkel, üzletkötőkkel napi kétszer skypol az egyik partnerünk, sokkal értékesebb, mint ha küld egy-egy e-mailt, -egy e hogy na mi van, és egy beszámolót küldenek. Látod az embert, látod az arcát, látnak téged, bizalmat növel. A YouTube, a videózás nem egy luxus, hanem egy elengedhetetlen dolog. Tehát megteheted, hogy nem csinálod, csak akkor a konkurencia meg fog előzni. Most pedig még jó idő van erre, még igen-igen kevesen kezdték el, csak gondolják a legtöbben, te itt az idő, hogy elkezd. És hát egy videókurzus, csak egy videó témájú kurzus, önmagában tízszer, százszor annyiba kerül, mint az egész vállalkozó szabad életem. Ebben az első részében, és majd folytatni fogjuk, ebben az első részében most vasárnap a YouTube, nem a YouTube, a videózás alapokról lesz szó. Segítek abba, hogy összeszedje egy olyan szettet, ami vérprofi, de negyedébe kerül, mint ahogy ezt uh, csak így egyszerűen összeraknád. És ebben egyébként több mint egy évre, ó, hogy is rosszat mondok, de több mint egy évre, vagy kettőre is, megspórolsz annyi pénzt, hogy egy vagy két évig ingyen nézheted a megspórolt pénzből a vállalkozói szabad egyetemet. Szóval a videózás alapjai lesznek, eszközök mire gondolj, milyen hibákat ne kövessel, mi az, ami, well, ugye a bizalmat akkor tud átni, a minőség van. Tehát ha kimész egy ügyfélhez, vagy kimegy az üzletkötőd, mondjuk kimegy egy, egy régi dacia vagy egy Dusterrel, az teljesen más, mint hogyha kimegy mondjuk egy golfal. Tehát a videó is ilyen. Tehát először is rád néznek, és látják, hogy nem jók a színeid, mert mondjuk nincsenek lámpáid, mint nekem. Egy, egy, egy telefonnal vetted fel, ami ahogy mozogsz, ilyen elmosódottá válik, mert rosszak a fények, a hang az élvezhetetlen, akkor te szar vagy. Mármint bocsánat, nem bántani akartalak, de szar minőséget képviselsz, és ezt sugárzott ki. Tehát jó eszközök nélkül már nem lehet. Elmutod a hőskor, amikor vedd el a telefonod, és kezdj el beszélni. Ez ma már badarság. Ezt ne csináld, mert leégeted magad, az ügyfelek előtt örökre. Aztán a következő az értékesítési alapok. Az értékesítés, jó, mostom nem lehet kimenni az utcára, de telefonon lehet kommunikálni, és ezért lesz nagyon fontos, hogy az ügyfeleiddel kapcsolatban maradj, és értékesíts nekünk. Az értékesítés az nem, egy, az nem egy tehetség, az egy szakma. Az egy olyan, mint egy iparművész, vagy kézműves. Tehát az építés is megtanulja. Hogy a szuper extra gyönyörű dolgokat tervezők, az persze nyilván egy már tehetség. De de bárki megtanulhat autót vezetni, építésznek. Érted? Ugyanilyen az értékesítés is. De van egy probléma az értékesítéssel. A legtöbbször a fejétől bűzik a hal. Van egy csomó vállalkozó partnerünk, mastermindus vagy bármilyen, ismerjük ügyfelünk, akár a BitHanger-be, internetes magyar cégbe, és azt látjuk, hogy panaszkodik, hogy mennyire nincsenek jó értékesítői, és hogy hát milyen nehéz jó értékesítőt találni, és a legtöbb túl sokat követel, nem is tud annyit, és így tovább. A fejétől buzdik a hal. Nem jó értékesítőt kell neve, keresned és találnod, mint egy, mint egy kész, megcsiszolt gyémántot. Hol a büdös fenébe lehet a természetesen megcsiszolt gyémántot kapni? Nem. Találj egy csiszolatlan gyémántot, és te neked kell kicsiszolnod. Csak hogy tudnád megtenni, hogy kinevelj egy jó értékesítőt, ha te magad nem értesz hozzá? Úgyhogy iratkozz be, videó alatt és meg fogod tanulni. És ez is főleg vezetőknek, szó szóval vállalkozóknak, az értést is egy folyamat. Tehát nem trükkök tárháza, hogy milyen fondorlatosan tudom úgy csavarni a szót, hogy aláírja azt is, amit nem akar. Ez baromság. Ez már rég elmúlt. A mai világban egy folyamatot kell felépítened. Igen, irányítanod kell az ügyfelet egy folyamatban, de a folyamat ott kezdődik, hogy valamilyen módon felter a kapcsolatot, és aláírja a szemlésten. Van 5-10 lépése de lehet, hogy 150 lépése van. Nem arról van szó, hogy túlbonyolítjuk, hanem az, hogy egyszerű kérdés fogok ebben a tanfolyamban föltenni és megmutatni neked. Amikor elküldt, volt egy tárgyalás, bármiféle módon lezajlott telefonon személyesen, bemutatott a terméket, igen, érdekli, ment egy ajánlat, és onnantól kezdve hívogatod, nincs válasz, nem tudjuk még, majd eldöntjük egyebek. És az a kérdés, hogy hányszor kell még utána megkeresni. Hányszor kell még valamilyen módon az eszközöket meg fogod látni, kapcsolatban maradni az ügyféllel. És lehet hát ilyen értékes és tréninget a tartok, azt szokták mondani, hogy, hogy, hát kettő, háromszor, utána már úgy érzi, hogy, hogy molesztáljuk. Nem. 150-szer is lehet utána. Csak hol e-mailen, hol telefonon, hol egy videót küldesz neki, hol egy cikket küldesz neki, de soha nem cseszteted, hogy az eladás mert amikor meglátja a számodat vagy az e-mailedet, és mindig be azt kérde, hogy sikerült megnézni az ajánlatot, mikor hívhatom vissza, akkor már herótja lesz, csak a nevettől. De ha te nem erre teszel a hangsúlyt, majd elmondom, hogy mire, akkor onnantól kezdve olyan dolog, hogy kidobtad a csalit, kidobtad a horgot, és az előbb-utóbb be fogja kapni, legalábbis azt meg tudod gátolni. A folyamatos kapcsolattartásnak csomó eszköze van, ezt el fogom mondani hogy ne kapja be a szomszéd csaliát, a konkurenciáját. Ezeket most meg kell tanulnod. Miért? Mert minden egyes ügyfélnek most sokkal nagyobb lesz a súlya, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor mindenkinek annyi ügyfele volt, amennyit csak akart, és igazából sokat elküldött, sokszor sok felsőjötték a telefont, most minden egyes ügyfél aranyhal lesz. Eddig meg hoztad a szákkal, azt aki nem ugrott bele időbe, az lemaradt a halászatról, ugye? Tehát figyelj ide, most minden forintot meg kell fognod, az értékesítésben nem lehet, hogy 95%-a sikertelen. Akivel tárgyalt a kikötő állatot, mondjuk a 80%-a nem lesz bevőd. Ez csak a te hibád, ez nem az ő hibájuk. Van elég gondjuk, problémájuk, most a cseszegeted még több lesz, te leszel a, a, az, kire fölrobban, és azt mondja, hagyjon már békén. Ezt észre kell csinálni. És nem úgy kell csinálni, hogy hogy kedves, kedve hogy ó, hát azért hívom, hogy hogy vannak egyebek és egyébként mi van, a, mi van az ajánlatunkkal, mert ez ugyanúgy, ez csak olyan dolog, mint hogyha adsz egy nagyon nagy pofont, csak előtte főzöl egy kesztyűt. Az is csattan. Úgyhogy gondolkozz el, az értékesítésnek most megnő a súlya. Az értékesítésben beszélünk majd az alapoknál egy-két dologról, hogy hogyan alakíts ki egy tárgyalást, a kifogáskezelés. A kifogáskezelésben legtöbben félnek. Azt mondják, hogy ügyfél, hogy drága. Tehát erre megvan a megoldás, ez nem kell ezt kitalálnod. Vasárnap elmondjuk. Ezt is, meg sok más dolgot is. Szóval ez a vállalkozói szabad Az egész struktúrát azért alakítottuk és Érdemes egyébként visszamenned időben, majd mindjárt mutatok egy, egy dolgot, talán megtalálom. Most erre nem készültem, de most megkeresem gyorsan. Ez mondjuk nem az, hanem azt mondom, hogy itt vagyunk, a Judemin. Itt van az utolsó három ilyen szabad előadás, és mindegyik fölkerül. Ez egy sorozat, egymásra épül. Mondjál ma egy olyan képzést, ami vállalkozóknak struktúrált, egymásra épülő, és egyre ha magasabb szintet adó képzés van. Nincsen ilyen. Emez egy-két ilyen alapon tréningre, ráadásul sokszor ellentéteset mondanak, nincs struktúra. Úgyhogy ez a tréning, nem kell megjelenned, nem 29 euró, meg nem 29, meg nem 19, hanem van egy kedvezőbb ár, mondjuk egy kedvezményes ár, mindjárt megnézem, hogy hol találom azt meg. Itt van a Szövete szabad életem következő hétvégi eladásának a leírása, és itt tudsz rá jelentkezni egyébként. És itt vannak alul, meg tudod vásárolni a régebbieket, Judemin egy örök használatot nyersz rá, telefonolatot tölteni, a mastermind tagok, akik megkapják ezt automatikusan, mondanom se kell, ők például volt, aki kétszer is visszaallgatta az élő adás után még egyszer, azért, mert, mert annyi információ volt benne, mindig arra törekszünk egy-egy ilyen napon, ezen is így lesz, hogy legalább száz ötletet le tudjál írni. Az a baj, hogy ma megnézel a tanácsadók videóit, a legtöbbet, ma annyit mondanak, hogy vagy hogy ne változtass, ugyanúgy hirdess tovább, vagy még jobban, vagy azt mondják, hogy, hogy ne bocsáss az embereidet, vagy legyél pozitív, vagy csak két hónap. Ezeket leegyzeted, de, de semmit nem érsz vele. Mi arra törekszünk mindig, hogy garantáltan legyen száz olyan, száz olyan mindegyikben olyan gondolat, amit másnak meg tudsz valósítani. Nem egy, nem kettő sok, de a százból biztos lesz három vagy négy, amit meg tudsz valósítani. És ez fog segíteni abban, hogy túllép, túléld ezt a hát szerintem nagyon-nagyon rettenetes elkövetkező időt. És nem titok, a vállalkozóknak egy jó része, jó része el fog tűnni. Azért, mert nem, nem fogják a többségét tudni megmenteni. Ugyanúgy hogy beszéltünk a költségekről, az a gond, ha mindenkit ma akarnának menteni, akkor a teljes GDP-t kéne gyakorlatilag szinte megmenteni vagy bepumpálni, ezt nem lehet megtenni egyik állam se tudja megtenni, és így is feszültséget okozhat, mert azt mondják a gazdag vállalkozót megmenteni, és már eleve gondok vannak már a félhírekből is. Tehát magadra vagy utalva neked kell megoldanod. ebbe fogunk segíteni. Csatlakozz a vállalkozói szabad ha már egyszer befizettél egy ilyenre, akkor ráadásul olcsóbb lesz a többi. És egyébként meg egy zsenes dolgot találtunk ki, ami elindul egyébként 15-től. Ha jelentkezel, ezt is berakom alóra, azok a mastermindok, -ok, már mármint először a profi mastermind, sales, marketing és menedzsment, tehát nem menedzsment, vezetés, emberi vezetés, ez a három téma lesz, ami az első mastermind elindul, és utána, utána mi jön, április van, május elején fog elindulni a jelentkezés a, erre a bizonyos uh, startup tehát kezdőknek, amelyik egy féláron lesz, tehát felébe fog kerülni, mint a, mint a nagy tréning. Az első fél évben csak utána nagy tréningre tudsz váltani a mastermindbe ha akarsz, vagy ha nem, akkor nem. Akkor, akkor, akkor ez van. Szóval azt kell látnod, hogy kitáltunk egy-két dolgot neked. Az egyik ilyen dolog, hogy az összes vállalkozó és szabad egyetemű befizetett pénzed, az duplán írjuk jóvá. Nem jóvá írjuk, duplán írjuk jóvá. Kétszer annyit fog érni minden egyes forintod, ha becsatlakozol a mastermind Legyen az egyik, legyen a másik. Ez egy. A másik pedig az, hogy ugyan maga effektív az előfizetés és a Mastermind, az már is egytől indul a marketing, sales és vezetés csapatnak is, a profiknak, de ezt 10x-nek nevezzük egyébként, ez a terminológiánkban, 10-szerez meg a forgalmat, nem most, az elkezdő 2-4 évben fogod ezt elérni, ebben fog tudni segíteni, ebben lesz az első mondjuk egy év, ami nem feltétlenül fog 10-szerezést jelenteni, az alapokat le kell tenni, a gyökereket kell ereszteni a növénynek, utána tud nagyra nőni. Tehát az a 10x Mastermind, az ugyan május egységétől kezdődik hivatalosan, és onnan is van a tagdíjfizetés, de ha korábban jelentkezel, akkor már 16-ától az első részt tudsz venni, tanulókat kapsz, és már el tudsz indulni, míg ha valaki később csatlakozik, akkor elvesztett két vagy három találkozó lehetőségét. Úgyhogy mi csomó dologgal készültünk, és szeretnénk azt megbecsülni, ha már egyszerű ügyfelünk van. És ezt javaslom neked is ne az árisre csökkent, ne, ne ö, a forgalmat, hanem becsült meg az ügyfeleidet, és tanulj nekik eladni, erről szól a sales training. Úgyhogy találkozunk a, így van, találkozunk a vállalkozói szabad értemen, és remélhetőleg azok közé fog tartozni, aki velünk együtt, közösen, összekapaszkodva, közös tudással, egymást erősítve Túl fog jutni ezen a válságon, és utána a győztesek közé fog kerülni. Nem túl hamar, nem túl könnyen, hiszen senkinek sem lesz könnyű, de sokkal jobb lesz, mint egy elveszett cég volt tulajdonosának lenni, amiben minden minden elveszett. Ezt nem kívánom neked. Na, sok sikert kívánok! Ciao!